hogy majd nézzétek meg a referencia fotót, hogy vannak hullámok a vízen, ezen a részen, amik nagyon-nagyon fehérek. És annak a formáját szerintem érdemes már most megadni. Tehát itt ez a forma, ez a hullám, itt lefele, így, meg egy ilyen alak, és ugye ennek az íve jön fölfele, erre folytatódik tovább, ez a vonal jön erre, itt meg erre. És ez azért fontos, mert ezek lesznek a hullámoknak a legteteje, a taraja. És ez fogja visszaadni azt az érzést, hogy innen is jön a víz, meg innen is jön a víz, hogy minden irányból jön, és ahhoz kell megrajzolni ezeket az éles fehér tarajakat. Jó, tehát ezt a formát, ezeket az alakokat, ezt mindenképp tartsátok be, ezeket a vonalakat húzzátok be, és akkor arra kell törekedni, hogy ezek maradjanak a legfehérebbek végig, és minden más ezekhez képest, mert egy árnyalattal sötétebb legyen, mert ugye ez adja meg a tömegét a víznek.